megjelent a mi Urunk Istenünk, ő a királyunk, övé az erő és a hatalom. Kedves diákok, kedves tanárok, vízkereszt ünnepe van. Ünnepeljük, hogy a három királyunk átaláltak a betlehemi gyermekre, és ajándékokkal hódoltak előtte. Ahogyan elmondtam, most a szentmise kezdetén megáldjuk a vizet, és a bűnbánat jeleként hűtjük magunkra. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Segítségünk az Úr nevében, Atya, Szent és az Úrnak alapjára. Könyörögjünk, mindenható örök Istenünk, alázatosan kérjük irgalmadat, áldjai szentelve egy atyai jóságoddal ezt a só, amelyet az emberiség szolgálatára teremtettél. Add mindazoknak, akik használják, testi lelkünkét szolgálja, amire mindig vagy amire vegyítik, az tisztulja meg a gonosz lélek minden átló hatalmától és megmondó befolyásától, Krisztus, ami Urunkban állt hallott. Könyörögjünk! Istenünk, de az emberek üdvözítésére szánt legdrágább, üdvözletos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből pakasztott számunkra. Hallgass meg könyörgésünket, áraszt el a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatának, űzze el a gonosz lelkeket, tartatába a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. Akinek házában vagy bármely helye, akármit is érint vagy megszűnt ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden átló hatalomtól mentessé. Ne üthessen anyádott a gonosz lélek, ne verjék gyökeret a romsás szelleme, szűnjék meg a gondolkodóságra minden cselvetése. Ennek a víznek intése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kód, ami a ház lakóinak épségét vagy jogalmát veszélyezteni. Add, hogy szentele segítségül hívásával, kért épségük és üdvösségük, minden támadással szemben védelmet nyerjen, Krisztus, ami Urunk által. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet, és lásd, mind egybegyűlnek, és ide jönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, és leányait karomfogva hozzák. Ennek ládára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek, aranyat és töményt hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Istennek bírja. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből.
dicsőségünket is. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza otthonukba. Ezek az evangélium igéi. Szóval tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves diákok, bizonyára sokszor hallottátok már a napkeleti bölcsek történetét, hiszen a pásztorjátékban is megszoktuk őket jeleníteni, Gáspárt, Menyhért és Boldizsárt, akik aranyat, tömjént és mirhát hoznak a gyermek Jézusnak. Mi az üzenetük számunkra? Mi az, amit meg tudunk tanulni tőlük? Először is látjuk azt, hogy ők nem zsidók voltak, nem pásztorok voltak, akik a nyájukat őrizték az éjszakában, és rövid úton megtalálták a gyermeket, hanem ők napkeletről, távoli országukból jöttek. Útra keltek, mert meg akarták keresni a zsidók újszülött királyát. Találkozni akartak a betlehemi gyermekkel. Úton voltak. Mi is úton vagyunk. Haladunk célunk elérése felé, ahogyan ezt a napkeleti bölcsek is tették. A kérdés csak az, hogy mi mit követünk. Ugye a napkeleti bölcsek követték a csillagot, amely jelezte számukra a zsidók újszülött királyának születését. És találkozni akartak ezzel a gyermekkel, és ezért vállalták az út nehézségeit, viszontagságait, veszélyeit. Vállalták azt, hogy mi van, ha nem találják meg, de mégis elindultak. Elindultak, követték a csillagot. De egy idő után eltűnt a csillag. Bementek Jeruzsálembe, megkérdezték a királyt, hogy itt van-e a zsidók újszülött királya. Ott nem találták meg. Kaptak megint egy útbaigazítást, és megint követték a csillagot, míg végül megtalálták a gyermeket. A mi életünk is valahogy ilyen. Csak a kérdés az, hogy mi mit követünk, bennünket mi vezet, mik a mi céljaink. És amikor esetleg nem találjuk meg elsőre, nem érjük el elsőre célunkat, van-e bennünk kitartás, ahogyan a királyokban volt? Van-e bennünk az a mélységes hit, hogy igen, jól döntöttem, jó felé haladok, keresem a betlehemi gyermeket, találkozni akarok vele. Az én ajándékaimat, a szívem ajándékait át akarom neki adni. Mert életünk során lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor nem látjuk célunk vezetőjét, nem látjuk mi sem azt a jelet, ami vezetett életünk során, de akkor is kell, hogy az a hit, ami a királyban is volt, tovább vigyen, hogy már pedig jó úton járok, mert jól döntöttem, és jó felé haladok, mennyei gyermek, betlehemi gyermek felé akarok haladni.
Erre tanít bennünket a három királyok személye, hogy legyen bennünk hit, kitartás, és ismerjük fel azokat a jeleket, melyekre az Úr is az életünk során ad nekünk, és tudjuk azokat követni célunk elérése érdekében. És amikor gyermekként egy nagyot álmodunk, felismerjük azt, hogy az Úristen mire szánt bennünket, és mit kell elérnünk, ez a döntéshez tudjunk életünk során is ragaszkodni, ne engedjük, hogy a nehézség és a körülmények eltántorítsanak bennünket célunk elérésétől. Ahogyan a királyok se engedték, hogy akár Heródes király parancsa, hogy térjenek vissza hozzá, és mondják el, hol a gyermek, vagy akár a félrevezetések, vagy a csillag megszűnése nem kedvetlenítette el őket. Haladtak tovább, mert tudták, hogy jó úton járnak, tudták, hogy így tudnak találkozni a betlehemi gyermekkel. Mi is így akarjuk életünk céljait elérni, hittel, kitartással és Isten által adott jelek felismerésével. És hogy ezt megtehessük, ehhez kérjük a Szentlélek segítségét és mennyei Atyánk áldását. Amen. Most pedig álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszem az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházat, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Aztó.